Üdvözletem! Baszd meg, elbasztom. Jó, ez bent marad. De tudtam, hogy el fogom baszni, amikor Ferivel is próbáltunk felvenni valami videót, akkor is elbasztom. Na, üdv mindenkinek! Kopanya Hunter vagyok, és itt a mellettem virtuálisan mutatkozzál befelé. Sziasztok, T-Marty 3000 vagyok, és ezt a videót... Ja, hát most meg én felejtettem el, hogy mit akartam mondani. Ilyen hatással vagy rám, Kopanya, amit akartam mondani, hogy ezt a videót így, tehát ez ilyen spontán ötletből jött, hogy tegnap rám írtál, aztán akkor, hogy videózzunk, én megírtam, videózzunk, aztán videózzunk. Jó. Ja. Hát bizony. Hát egyszerűen már volt az a készlet, és megvan az új gépem, gyerekek. Igen, van egy új gépem. Tehát ezt nem tudom mindig elhinni. És itt van már velem egy-két hete majdnem, azt hiszem. Na, akkor soroljad a specifikációkat a kocka gamereknek. A faszt. Majd rájönnek. De igen, el kell mondanod, hogy hány milliárd utasítást tud végrehajtani 10 másodpercenként az új géppel. Ja, két hete van meg a gépem. Jó. Jézusom! Történt valami? Na, visszatérve. Tehát... Igen, lett egy új gépem, és nagy készlete is volt, hogy csináljak valami videót, de egyszerűen nem tudtam, mert annyi lehetőség nyílt meg közben játéktérén is, hogy így csak tettem, oda néztem, meg oda, meg ide, meg hogy mit játszok, egyszerűen nem tudtam eldönteni. És akkor elkezdtem lolozni, meg hocozni. Igen. De ez a legszorabb az egészben. Amit az eddigi gépen is tudtál. Igen, de így már sokkal jobb. Nézd meg, bazd meg, semmi baj nincsen, és még fölveszek is, még képennyőt is megosztok, bazd meg. Olyan nálam rohadtul szaggat a játék, de mindegy. Hát a szar mellé. De lehetséges azért, mert a Skype így fos, ha belegondolsz. Az is lehet, igen. Na, amúgy, ha véletlenül nem tudnátok, mert szerintem ki volt írva a főmenőbe, Killing Floor 2-zzünk. Jelenleg az Early Access-es verzióval. Early Access! Akkor korai hozzáférés, bazd meg, akkor hogy szopnál le. No. Jézusom! És hát, most erre gondoltam, hogy ezzel fogunk játszani, mert miért ne. Pontosabban fogsz, és én közben kiröhögöm, hogy bénázol. Hát, de ahogy nézd, hogy shotgun a headshotot okoztam. Bezzög a hardon mennél. Várj, milyen fokozat ez? Normál. Nézd, mindjárt de hogy... Mi volt ez a lassítás? Tudod, ha úgy jössz meg, tudod a fertőzeteket, akkor be fog lassulni az egész játék. Nézd meg, elveszi a munkámat. Bazd meg, lehánytak. Bazd meg, lehányt! Help! Lehányt! Jézusom... de milyen szépek vagytok, bazdmunk. Na. Tehát, miről kéne pofázunk? Pofázzál mondjuk a játékról. Játékról. Kurva szép a játék. Egy UT3-as grafika. Ahhoz képest még gépingényt kér az a játék. Hát a fosgépem is elfutott, csak ez a szaggatás. Na várjál, most nekem... Na. Ez mi volt? Ez a... Az időugrás. De nálam pillanatra befagyott az egész. Igen, szerintem annyira... Nem, tehát szerintem a Skype az szarakszik, tehát hogy szar a Skype. Az mondjuk tényleg, tehát így feleslegesen nagy erőforrás igénye van a Skype-nak. És akkor szerintem ez nem tetszik a játéknak. Még szerintem enyhén fogalmaztam. Hát igen. Ha majd legközelebb, akkor máshogyan megosztom neked, akkor Twitch-on, vagy mit tudom én mind. Hát hatán azon jobban lenne az egész. Na. Akkor már legyen mindenkinek livestreamelés, aztán chaten fog mindenki oltani. Hogy mekkora egy faszlám a szar vagyok, hogy tudok így mellé lőni dolgokat, mi? És miért halok meg a jézi zombiktól, mi? Na, menjél késsel. De hogy megyek késsel? De igen, mész késsel. Tessék, késsel vagyok. Nézd meg, milyen gyorsan változok. Na, hát nem tudok mit mondani, mert szerintem nagyjából majd mindenki ismeri ezt a játékot.
Innen. Jönnek a fertőzöttek, hullámokba 10 kört kell kivéni. Na a 11. körben jön a kedves boss fight, aki azt mondja nekünk, hogy meg fogunk halni. Na, akkor mennyire a 11. körig? Hát ez nem rajtam függ, ez majd csapattól is, hogy eljutunk-e odáig és el tudunk pusztítani az összes fertőzöttet. Ebben a játékban meg lehet azt csinálni, hogy egy helyben állsz és bevárod a zombikat? Persze, hát most megállok itt egy helyben, és akkor várom, és körbenézek, és biztos nem fognak jönni majd egy idő után. De az a legviccesebb, hogy én mászkálok, és nem tudok semmit, de figyelj meg, ők nem mászkálnak, és ők találnak. Nézd meg, egyet találtam. Ez egy unalmas egy picit. Boom headshot, tessék. Várj, mit találtam onnan? Nem, jó van. De, jön a papa. Nézd meg, egy lőszert is hozott magával, hallod. Csak így ledobott egyet, hogy nem értne. Amúgy egy közben meséljek is, mi van velem. Hát, elkezdtem dolgozni. ezt olyan hangsúlyjal mondtad. Hát, mi van? Hát, elkezdtem dolgozni. Hát, mozzak olyan fossa munka amúgy. Tehát... Ez körülbelül... Kinézd! Nobel-díját adó... Hát nyertem egy Nobel-díjat. De most mondd meg őszintén. Most örülnél, hogy te egy postás vagy, tehát kézbe sütő. A kutyák azok meg szoktak ugatni. Igen. Még mindig. Ja, de vannak ilyen, tudod, van az a csipogó hang. Tudom, milyen a csipogó hang. Most kézzed el egy kutyám. Aha. És akkor így ez folyamatosan. És így ez folyamatosan. Szerinted? És akkor jön az a része, hogy... Várj, volt egy olyan esetem, tehát hogy viszom a levelet, mert ugye... Konkrétan nem, nincs postaládája az embernek, így hát bedobom mindig az ablakpárkányra. Szívesen bedobtam volna, csak volt egy enyhe probléma. A kutya ott volt az ablaknál, és öltett a két lábát, és inkább megfordultam, és inkább ott hagytam az egészet a kutyába. Becsengetni talán? Mondom, nincs postaláda, tehát... De, könyörgöm, csengő biztos van. Nincs náluk. Akkor bekopok. De nem, ez így van, ez így meg van beszél, és nő is van megbeszél, ez így csináljuk, és semmi probléma nincsen amúgy. Okay, hogyha ott, aki az tud arról, akkor semmi van. Tudja, hogy oda dobjuk, mert nincs postala. Pedig mondták, hogy csinálnak, akkor megcsinálják, azóta csinálják. Tehát az, hogy mennyibe kerül egy postala, 3000 forintba se. Állam és elvég azt mondta, hogy ők fogják megcsinálni, tehát hogy saját maguk. Egyedi. Vagy mit tudom én, mit mondhatnak. Régen volt, aztán az talán még nyáron mondták nekem. Jaj, ott egy égető buzi. Puf! Headshot. Na, tehát így... Ja. És akkor... Most te mit csináltam volna abban a helyzetben? Most mentén volna, bedobtad volna a levelet, aztán a kutya kiugrik, vagy mi? Hát... Hogy én mit csináltam volna, akkor jó kérdés. Hát, tehát, szerintem ez a leglogikusabb lépés, szerintem. Hát most nem. Ja, kiviszed később, vagy máskor, vagy mit tudom. Ez... Rányosan fontos? Inkább megfordulok, mert jobban fétettem a testi épségemet. Megmondom az őszintén, tehát hogy kiugrok a kutya. Mert ugye, jó, nem azt mondom, mindegyik kutya egy vadállat is széttép engem vagy valami. De azért benne van az a parafaktor, hogy mi ha bekattani, és akkor mert nekem esik is elkezdi harabdálni a kezemet. Hát persze, kutya mi gondol, az csak védi a területét, úgymond.
Persze, persze. De főleg azokat a kutyákat szeretem, tehát a gazdiukkal beszélgetek, és mondja, amúgy a táskájától fél, mondom. Ránézek a kutyára, ránézek a táskára, ránézek magamra, és mondom, ha persze. Én félek jobban a kutyáktól amúgy. De az a vicc, hogy akkor is, ha nem dolgozok, akkor is így azok, így nézem a kutyákat, akkor ne ugass, ne ugass, ne ugass. És mégis ugod, bazzeg, és nem vagyok postás, felszerelő is, hogy bazz meg. Tehát... Nem tudok mit csinálni már. Amúgy annyira készen vagyok így a mai napot, tehát hogy... rövid napot akartam tartani, de nem jött össze. Hát, szia, szokott ez így lenni. Hát nem, a rövid nap az úgy nézett volna ki, hogy tudom, nem írnék ki semmit, és akkor max 7-től szokok többet. Ja, csak ki kellett kucolni egy picikét a szórólapot. Nem én voltam. Oké. Okay. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ezt meg kell csinálni. És a lábam úgy néző, hogy szét akar esni, és... Jézusom, mi az a zombi seregot? Nincsen gránátod. De, dobtam egyet már. Ja, oké, okay, akkor arra nem figyeltem. Figyelj, nézd a lassítás. Ó, oh, de szépen dobta. Ezek a szar lassítások, könyörgöm. Nem értem, mi a bajod, és figyelj. Boom! Headshot. És... kész headshot. És nincs több. Várj, itt volt valami, nem. Várj, ó! Mi a... Mi a faszom van itt? Vannak itt problémák, én úgy érzem. Várj, hányadik körből vagyunk? Negyedik? Á, még nem, nincs probléma. Még nem jönnek azok a cukik. Na. Mit tudjak mondani még a játékon, meg így mindenről? Na, nekem eszembe jutott erről az ablakosról az, amikor a... Igen. Meg vártam egy játékot, amit megrendeltem postán. Ajaj, aztán, igen. Aztán így pénteken egész nap vártam, hogy mikor jön már a postás, hogy hozza a játékot, aztán játszhatok vele hétvégén. Mm. Aztán nem kaptam meg, hanem következő héten vettem észre, hogy a csomag az már valamikor, gondolom pénteken, fel lett dobva az erkélyre. Mi van? Tehát nem a postaládába, nem jött be a postaládához a postás, hanem szépen, meg nem is csöngetett senki se, hanem szépen fel lett dobva a csomag az erkélyre. Az igen. Érted, ha ilyet megcsinálnak, már egyből kirúgnának érte amúgy. Hát de most... De érted, én fölcsöngetek, fölmegyek még a negyedik emeletre is, bazd meg, hogy átadjam neki azt a nyomva ajánlott levelet, ő pedig csak földobja. Meg nem tudom, hogy van ez, hogy melyik... melyik küldeménynél kell feltétlenül egy aláírás, hogy átvett adva, meg átvette az... Ha ajánlott levél. Aha. Tehát van külföldi ajánlott levél is, van sima külföldi, ugye? Az a sima külföld ugye, amihez nem kell aláírás, mi minden. Ja, te, oké, akkor ahhoz nem kellett aláírás, de akkor is az erkélyre... Nem, az a vicces, hogy azt hiszem én is rendeltem egyszer külföldről, valamit azt hiszem ahhoz meg kellett aláírás. Hogy én azt átvettem. Azt. Akkor az olyan fajta volt. Amúgy ezért rendeltem meg külföldről, mondjad már a Vira a Vömszöt. Jó, én meg ez az eset a Dreamcast-es Sega GT-vel történt, azt a lemezt rendeltem meg. Nézem, milyen véres az egész játék. Amúgy. Mennyit látsz amúgy, ez a megosztás volt? Hogy érted? Hát, hogy amit megosztok neked. Látom rendesen. Semmi szolgatás, semmi? Szolgatás az van, de hát azt megszoktuk. Hát jól mondom, hogy szormán lesz. Ennyire fossa az Skype. Már csak egy jó... Mi ez? Videószerkesztő program kell már csak. Kérd el V-től a Sony Vegas. Amúgy ez azon gondolkoztam, hogy a Sony Vegas kéne. Már mi most szedtem le másikat, hogy ez 60 FPS-ed leszette 25 FPS-re. A videót. Mondom, miről beszél?
és mondom, hát akkor keresünk egy másikat. Na, valami dobtak, várj, az mi? Armor! Enyém! 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 Hol voltál? Hol voltál? Mi? Várj, hallok valami hangokat. Jézusom, gránát oda! Mi Jézusom, a... gránát oda! Gránát, nem tudom! Lövök, lövök! Júj, mi ez? Véres! Üvöltözik! Sikoltozik! Eléget! Lövöldözök! Shotgun! Eltűnt mindenki! Az nem shotgun volt! Ha nem? De nagyon barom arcú! Várj, picsába tényleg! A picsába! Nem is tudom a fegyverfajtákat! Miféle játékos vagyok én, hallod? Egy kibaszott elbaszott. Mi van? Hú, bazd meg! Na, akkor menjél késsel! Nehogy... Oké, kés! Várj, és éppen lövöldözök. Egy shotgunnal, na végre! Na? Látsz valamit? Nem látok semmit. Ott jön egy rá... nem érjelek mi ez. Ott jön pókember. Itt jön a láthatatlan valamit? Hármint pókzombi. Lol. Nem, ő pókember. Zombi pókember. Pókember! Jézusom, bazd meg, mi történik vele. Rájöttem, beszéltem Ferivel, és azóta vagyok ilyen. Ezt nem tudom, hogy kit minősít. Az, hogy beszéltem Ferivel? Ne, az, hogy ilyen vagy. Ja, bazd meg! Szerintem a sok évnyi fosságot, amit össze tudtam szedni az éve. Mi van? Hú, bazd meg! Nem, nem való nekem így a munka után ezért beszélni, meg gondolkozni. Hát ha még egy sört is innál mellé. Ó, akkor már tökéletes lenne a izé, a kép az meg. Akkor legalább tudnám mire fogni az egészet. Így csak a munkára tudom ráfogni. Ja, tervezel videót készíteni szilveszterkor? Ja, hát egyre úgy látszik, hogy nem megyek sehova, tehát ez a... jó, valami. Vagy szilveszterkor livestream. Annak több értelme van, akkor már. Biztos rengetegen lesznek, akik nézni fognak. Mindenki részeg lesz. Akkor mindenki részegen fogja nézni. Akkor mindenki részegen mondja, hogy te idióta fasz, még faszabb vagy részegen! Miközben ő a részeg, és ő azt mondja, hogy én vagyok a részeg. De senki se fog semmire sem emlékezni. És akkor tudod, föl kell neki, és mondja, mi ez a Twitch, bazd meg? Kit nézzük? Ki az az ember? Fú, bazd meg, milyen vid? Mit csinált az az ember? Jaj, ez a jelzett, jó? Akkor is mi a fasz csinált? Jézusom, milyen önkritikám van, bazd meg. Nem? Na, hanyadik vévnél vagy? Ja, nézem is kellett volna. Hatodik, ne. Vagyunk jó. Már. Hol vagy, pokember? Ott van a lánkorú ember, ott van a lánkorú. Ratatatatata! Égő húsok. Flashbolt! Tüzely! Megöltük! Ráthatatlan ribancok. Dobjuk gránátot oda, meg és még ide. Mindig van 90 HP-d. Hallod? Amúgy a Ferivel játszok, bazd meg, csak szerencsétlenséget okozott nekem amúgy. Na, ezen meg se lepüldöm. Nem, az izé, loloztam. Hogy azt fogjuk tudni, aztán olyan szar voltam, bazd meg, hogy inkább azt mondtam nem. Bazd meg, itt is meg szoktam halni, mert izén a hatodik körni, mert mindig elkomorulok valamerre, aztán megesznek engem. Ahhoz képest... nem, te valahogy olyan jó hatás vagy rá. Vagy Feriben olyan játékot kell vele fölvetetnem, ami izé. Olyasmi fajta. Szerintem ott izé lesz Final Freddy. Ja nem. Nem, izé, Yu-Gi-Oh-t vegyetek. Yu-Gi-Oh!
Tényleg jól mondod, azt még nem szedtem le. Perfect. Perfect. Ja, meg izé. Végigjátszottam a Revelation 2-t. Tegnapi nap folyamán, mert főbassza az agyamat, hogy nem játszottam végig a játékot. És már végén jártam. Végigjátszottam. És olyan buzi boss fight az... De engedjél már ki! Engedj ki! Engedj ki! Azért. Lekésellek, bazdmeg. Lekésellek. Gyere csak! És bazdmeg elmenekült. Fú, bazdmeg, mi történik velem? Ott egy katona. Nem tudom fölvenni, picsába. Jönnek a zedek. Jönnek a zedek. Jönnek a zedek. Jönnek a zedek. Na, valamit akartál mondani, csak már én sem emlékszem. Amúgy te is beszélhetnél, hogy néha... Úgy elgondolkodsz a saját gondolataidban, mintha... Én hallgatlak téged, meg közben nézem a gameplayt. Igen, gameplayt. Gameplay! Hú, bazdmeg. Biztos, hogy én akarom ezt a videót? Aha. Igen, el kell jutnod a 11-es wave-ig. Ó, Hans meg fog baszni engem. Keressük meg Hans. De ki az a Hans? De a zenék az kurva jó játékban. Pam, parabam, pam, pam, pam. Ja, ne, nem ez hát, ja, tök jó, hogy nem hallom. Hát, várja. De ne, nehogy már itt elkezd állítgatni, mert akkor lehet, hogy eltűnik a videóból a hangom. Nem. Nem, jó. Nem, megtiltom neki. Előbb itt volt egy zombi, hova tűnt? Ne, akkor le van szarva. De elég véres az egész talajnál. Puff, 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 puff. Ratata, ratata, ratata! Hol vagy t- Ó, hallom izé. Ott a tüzes geci! Ratata, ratatatata! Ja, ez több tüzes geci. 9-es szintű lettem! 9-es szintű lettem! Érek valamit azzal? Mit tudom én? Mit tudom én, lövöd az... Kik ezek a izé buborékok, amik itt feljöttek? Milyen buborékok? Jó felső sorokban. Ja, ne foglalkozz el. Jézusom! Hova? Jézusom, ott van, bazzeg! Jézusom! Jézusom! Gránát! Gránát! Új! Puff! Ott van. Ne, bazd meg! Fú. Hova? Jézusom, ott a texasi láncfűrészes, bazd meg. Puff, 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 puff. Jaj, bazd meg. Mami! 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 Lőd! Lőd a buzit! Lőd a buzit! Lőd a buzit! Ja, várjál. Ez rossz mész most, bocsánat. Ezt nem mondhatom. Lőd a zombit! Lőd a zombit! Így már szebben hangzik, nem? Martin? Itt vagyok közben. Te hogy vagy itt, szólhatál volna. Usolja. Hogy beszélsz velem, bazdmeg? Hogy lehetsz ilyen... vulgáris velem? És én vagyok a vulgáris. Hát nem, bazd meg. No. Hogy beszélsz velem? Mi ez már? Több vér van itt, mint hú. És? Baj? Ez egy véres játék. Oké. Okay. Egyéveseknek nem ajánljuk ezt a játékot. Akkor te miért játszol vele? Mert az anyukám megengedte. És azt mondta, megbaszhatom a zombikot. No. De most miért, Martin bácsi? Miért nem baszhatom meg őket? Opál a Martin bácsi, hát... Fú, bazd meg. Ja, amúgy bazd meg, így visszatérve, nem is a munkához, hanem így a magánélethez. Tudod, le akarok szállni a buszról, vagy a trolljobb, bazd meg. Nem tudom, mert mindenki a kibaszott
mi az ajtó előtt áll, bazd meg is, nem tudok leszállni. Hát általában úgy szokott lenni, hogy akik le akarnak szállni, azok állnak az ajtó elé. Nem? Nem, én le akarok szállni, bazd meg, de nem tudom, mert aki fel akarnak szállni, ott állnak már is. És nem csak a nyugdíjas bazd meg, még a fiatalok is bazd meg. Ja úgy, tehát ezért a másik oldalról. Így van. De mondja, tök minden is melyik oldalon vagyok. Tehát, hogy fel akarok szállni, nem tudok mi. Felszállnék bazd meg, de nem tudok, mivel akkor gondolják, hogy hú, bazd meg, most le kell szállni! És akkor tudod, rohan kifelé. Jó, nem mintha... Én sem szoktam csinálni, de az a ritka esetében tartozik bazd meg. Nem az, hogy az a baj, hogy ilyen esetekben nem lehet udvariasnak, meg előzékenynek lenni, ne, hanem így... Hogyha te le akarsz szállni, vagy föl akarsz szállni, akkor mozognod kell. Én mozgódok bazd meg, de akkor föllökök mindenkit a gecibe. Hát ez az, hogy ezt kell csinálnod. És akkor megszólal a nyugdíjas, hogy mi a faszét löksz föl? De meg mondhatod neki, hogy mi a faszért nem vigyázol. Nem, azt akkor megmondhatom, akarsz még nyugdíjat, vagy nem? Ebben a játékban kéne több zombi nyugdíjas. Azt mondod? Igen. És akkor nyugdíjas zombikkal harcolni. Igen. És jönnének a banyatankkal. Jaj, tényleg anyámnak volt a szülinapja, megvettük neki. Mi? Egy banyatankot. Nem már! De! Ez volt a kívánsága. Ja? De hogy még ők érte? Hát nem is... Nem mondanám, hogy öreg anyám, meg semmi, tehát... Tehát ilyen... Fiatal öreg! Szerintem anyám gyűlölni fog. Gyűlölne, ha ezt hallotta volna szerintem. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy megvettük neki is. Azóta a rendszer se azt válja, tehát így meg szoktam kérdezni, hogy na, levitted a kis kocsidat ezért bevásárra, és mondta, igen, ügyes volt. Tehát mégis dicsérte. Hogy haza tudta hozni a dolgokat. De azok az épületek épp üzenni próbálnak nekem. Az egyiken az van, hogy négy, a másikon meg az, hogy TN. Mi van? Ki akar üzenni neked? Hát nem nézted a feliratokat? Hol? Az épületen. Ja. Kimész és az egyik négy, a másik meg az, hogy TN. Várjál! Várjál, most kimentem. Ott a négyes, hol volt a TM? Balra, ott. Várjál! Hazd meg! Hallod, Marti? Ez a te izé? Kis magán erődítményed, vagy mi? Jézusom, bazd meg! Itt van egy zombi. Jézusom, engem üldöz! Jézusom, nincs semmi. Na, Martin. Na? Válaszolnál kérdésemre? Hát, hogyha nem ordibálnál közbe. Akkor most sem ordíthatsz. Igen, én adtam a feladatot, hogy takarítsd ki az erődítményem. Mert lusta disznó vagy, bazd meg. Bedobnád fel itt, bazd meg, és már elmenekülnének a zombik. Az egy dolog, de akkor meg nem véres lenne itt minden, hanem szaros. Amúgy szerintem lesz itt egy olyan mód, bazd meg, hogy a vért átváltoztatja szarra. Várj, elégett. Na. Na, 8 per 10. Lehányt! Kit ablaktörlőt bekapcsolni? Get to the chopper! Ja, ez nem az a játék, a picsába. Mindig akarom használni, de mégsem az a játék. Na, 6-os, faszt, 9-es. A fasz, miről beszélsz? Azt se tudod, hogy mi vagy te. Új, várj. Ha eladom ezt... Meg tudom venni ezt? Ilyenkor le tudnak lőni a zombik. Várj! Én ezt eladom ezt. Meg tudom venni ezt? És akkor faszom vagyok. Mi van? Nem. Ilyenkor ez a felkészülési fázis, ugye, hogy föltöltöd az amódot, meg minden, hogy venni akarsz új dolgokat. Tehát ilyenkor nem jönnek. Ilyenkor van egy... Attól függ, milyen nőségen játszott, annyi időben felkészülni a következő körre. Körbenézzünk, milyen véres most már a pálya. Martin. Szerintem
takarítást kérünk a hatos sorba. De hármat kérünk. Amúgy szerintem ez egy fasz a játék lesz majd. Ha majd beteszünk még több boss, meg zombit, meg fegyver, meg klasszot. Szerintem ez olyan játék, amivel játszik az ember fél órát, aztán megunja. Mert hogy? Hát mert most mit csinálsz? Megyek, ölök, védekezek, megölöm a boss-t. Körülbelül ennyi. Szintet fejlődök. És játszok random fasz emberekkel. Tényleg elgondolkoztam, hogy Feri játszani ilyen játékkal. Milyen ember lenne a végén? De ezt halál komolyan kérdezem, szerinted? Hát... Igen. Most erre mit mondja? Egy tudom, én úgyis szoktam olyan okosságokat mondani. Puff! Nem tudom miért kellett erre ordítani, de tök jó esett. Oké. Okay. Nézd, itt egy lebegő vér. Látod? Vagy ez bes... Az... Azt az belső szerv akar lenni, nem? Valami olyasmi. Ó, ott van egy izé. Texasi láncszűrés lesz. Jézusom! Itt a másik buzi. Jézusom, beragadtam! Jézusom, van gránátom! Lőd! 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 Te miért tudsz rúgni, bazd meg? Hallod, ezt tud rúgni. Ezt tud rúgni, de én nem tudod. Le vagyok ma. Jézusom, mi az a lassított idő, bazd meg? Na gyere, gyere, gyere! Oh! Miért nem? Ne! 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 Mami! Menj meg! Mami! Mami! Hozd a kamerát! Hozd a kamerát! Látod? Jézusom, ma megint támad! De most ilyen szarlassítások multiplayerben is vannak. Milyen? Hát... Hogy érted? Hát úgy, hogy így... Hát valahol valaki betriggerel egy lassítást, miközben te mész a pálya másik... Igen, mindenki lelassul ilyenkor. Az egész játék. Szerintem kurva jó. Figyelj, nézd meg a rombanás, bazdmeg. Repülnek a belső szerök össze. De mi van akkor, hogyha közöd nincs éppen ahhoz, amihez folyik, mert valami érzik? Hát tök milyen, akkor is lelassul. Szar. Mert lenni szar. Ezt nem mondhatnád. Hát azért, mert így tökre megtöri az ember lendületét, meg olyan, mintha a játék beszaggatna. Nem, csak lelassul, hogy még drámai legyen a játék. Már csak egyetlen zed van. És azt mondtam, perfect, 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 perfect. Hú, bazd meg. Valami nincs rendben velem. Martin. Ezt már évek óta tudjuk. Bazd meg. Inkább légy orvos is kezelj engem. Na, még csak azt kérem. Úgyis van mi ilyesminek te mondta, vagy az nem te voltál? Én biztos nem. Várj. Valakivel összekeversz. Magammal biztos nem, én nem annak tanultam. Helyette postás lettem, bazd meg. Mi csoda dolog volt ez? Amúgy nem is tudom miért a postás választottam amúgy. Hát mert nem volt elég jó a metropolárusítás, meg a BKV ellenőrködés. Ja, a BKV ellenőr jól lett volna, csak az összeférhetőség miatt nem kerültem be. Most egy simán bekerülhetnénk, csak buzik most is. Azt találták ki, hogy most kell a nyelv hozzá. Mondom, anyádat. Amúgy visszatérve a... Te postásodat, te találkoztál valahol? Egyáltalán? Micsoda? A saját postásodat találkoztál valahol? Szinte minden nap. És megkérdezted tőle egyáltalán, mi a faszért dobta föl azt a játékot? Ja úgy, azzal a postás, aki, azzal nem találkoztam. Tehát, hogy az állandó, vagyis a törzs az a mindig, azzal... De itt gyakran van, hogy más... hozzá a küldeményeket, tehát itt több postás is van. Hát jó, nem azt, de attól függ, milyen küldeményről van szó, érted? Tehát, hogy a...
Ami 500 gram felett lékat, az már az a sofőr viszi ki. Ami 500 alatt lékat, azokat kiviszik, tudod. Meg úgy általában. Jó, de ezen a környéken nem minden küldeményt egy postás visz ki. Itt ölt. Tehát több is van. Az azt mondom, hogy figyelj, hát nagyjából majdnem mi 100-an vagyunk. Oké. És abból várj, de a legszorabb az egészet, tehát hogy akkora területünk van, bazd meg, hogy leszagad a herén. Ott a gránát eső! Gránát! Mi ez? Semmi. Jó, akkor csak vér. 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 Vér! Miért mentél ilyen közel, és még el se találtam? De, találtam. Csak főhúz bazeg ennyire, amúgy. Mi a... Mi csinálsz? Mondom, főhúz! Jézusom! Menekülj! Így sírottam! Ugrálj! Ugrálj, az mindig megment! Jézusom! Szíri! Nem! Arra nem! Nem! Nem tudom! Mi van itt? Jó. Jó. Oké. Jó. Mi? Jó. Nem történik semmi. Jó, akkor viszont. Ennyi erről politikusnak is mehettél volna. Mert hogy? Mert ő nem történt semmi. Jaj! Ott egy buzi! Egy zombi, bocsánat. Ne! Ne! Új, élek! Ott annak a hányos gecik. Bazeng. Lőni akartam, de közben nem volt megtöltve. Jó, mi? Aha. Na. Elértünk a 11. körhöz, ha... Aaaaaah! Jézusom, bazd meg. Mit tesz velem ez a videózás, hallod? Na, akkor itt vagyunk a 10. körnél, mondjuk én ezzel a 11-et hallottam tőled. Be az jön most. Jön Hans! De ki az a Hans? Figyeld meg Hansot. Hansról a Han Solo jutott eszembe. Jaj, ne, Star Wars, minden csatornán most azt adják a rohadt életbe. Hát már jözzé, hamarosan jön az új film. Azt se fogom megnézni. Mert hogy? Vagy nem tudom, lehet, hogy meg... Mi ez a sok pénz? Nézd, tudok dobálni, figyelj! Aaa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 
Ez tök ilyesett fár. Aaa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 
esetben inkább a rózsaszín utalványokat kéne szórni. Milyen rózsaszín? Nem! Izé a csekkeket, vagy mi a... Izé, sajnos. Ja. Itt van Hans. Na. Hú, de hülyén néz ki. Német, bazd meg. Mit várta? Hol vagy, Hans? Oké, most késsel fogod elintézni. Vagy nem. Itt nem történt, nem lett problémája Hansnak. Hans! Miért van pajzsolt a gecibe? Hans, miért tűntél el? Hans! Jézusom! Megragadtad engem is, megfordultam egyből, szerinted? Hans! Védd magadat! Itt a gránáteső! Hans durva! Hans bekeményedett! Hans már piros! Hans eltűnt! De lőjed ma! Ilyenkor nem lehet, mert ilyenkor visszanyeri az életét, és ilyenkor lényegtelen, hogy most lövöd vagy sem. Szar! Jönnek! Jönnek, hol vagy Hans? De ki az a Hans? Hans! Fú, bazd meg! Agresszív vagyok egy picit, nem? Hans! Hú, de eléged, hallod, hogy mit valami sütgalom lenne, bazd meg, nem tudom mi.
Fú. Gyerünk. Mindjárt lemegy a HP-d, mindjárt. De hogy is? Hans! Vannak itt problémák, úgy érzem. Na, megölted már, megölted? Nem látod, még ér, bazzak ott. Tessék! Bazzak! Elrepítettem a gecibe! Azt a gecit! Ja, egy pillanatra azt hittem, hogy te holtál meg. Ez most TPS-be játszok. Oké. Okay. Tényleg, ez mekkora tök, hogy ilyen TPS-be is lehetne játszani. Juhu! Na és mi voltam a legjobb? Élőttem meg a boss! Élőttem meg a boss! Azt a kurva! Na most már biztos, hogy ezt a videót ki kell tenni. Nézzek! Nézzek! Ott van! Én voltam! Én voltam! Én voltam! És várjál! És én lőttem a legtöbb headshotot, bazd meg! Shotgunom! Jaj! Szerintem ebből ennyi elég, nem? Igen. Jó van, akkor köszönjünk el. Na, akkor köszönöm szépen, hogy megnézted. Csöcs! Én is köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, illetve, hogy... Ezt most nekem mondod? Nem. A kedves nézőnek mondom, bazd meg. És ha van valami javaslat a csatorna felé, hogy milyen videók legyenek, azt írd be a kommentbe, és mi van még? Írjátok, hogy Five Nights at Freddy's. Nem! Nem! Cső! Csöcs! Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I show you. Move, Zack Jagger, I've got to move. Zack Jagger, I've got to move.